Tehát ide, itt vannak a különböző kompozíciós kis nézőképeknek a lehetősége, itt lehet variálni ezeket a dolgokat. A következő oldal, ha megnézzük, ez egy rajzpapír, és meghajtom. Ez a mi kis vázlatpapírunk. Ezzel lehet játszani. Tehát, hogyha nekünk nem jó ez a felület, vagy esetleg több helyet akarunk, nézzünk egy másik kompozíciót most, akkor ezen tudunk kísérletezni, hogy hogy is legyen ez. Itt tudunk játszani a perspektívával, megnézni, hogy valóban úgy néz ki egy épület, ahogy mi elképzeljük, vagy milyen szabályrendszerint, milyen tagolással épül föl, a térbe hogyan. Mert itt tudunk tanulmányrajzokat készíteni. Itt egy kollégáit egy kicsit odébb rakom, köszönjük a közreműködést, és például ez egy háznak a homlokzata itt, és hogy azt láthatjuk, hogy ugye a térbe megyünk arra fele, akkor egyre csökken a nagysága, itt már a következő ház van, közt egy utca, és hogyha azt nézzük, ez egy doboz, amin, hogyha ezt szembe nézzük, akkor így néz neki. Nézzük csak. Most egy kis perspektíva gyakorlatot mutatok. Azt látjuk, hogy ezek egyforma távolságra vannak egymástól. Viszont abban a pillanatban, hogyha ezt beforgatjuk térbe, akkor ez a középső vonalat nevezzük A, B, C-nek, nem középen lesz, hanem egy kicsit távolabb. Hogy tudjuk megosztani ezt a mezőt? Mindjárt segítek ebbe is. Nagyon egyszerűen összekötjük, nézzük meg itt a sarkait, ha összekötjük, azt láthatjuk, hogy a középpontnál van a középvonal. Tehát ennél a nézetnél is annyi a feladatunk, hogy összekötjük a sarkokat. Jaj. Így is akkor rögtön látszik, hogy az én szemmértékem, amit néztem, az rossz volt. Tehát az Isten igazából a háznak a közepe az itt helyezkedik el. Akkor nézzük meg, hogy ha ezt ketté akarjuk vágni, akkor annyit kell csinálni, hogy ezt is behúzzuk. És látszik, hogy itt is rosszul mértem. Ajjajjaj, András, szemmértéked, de problémák vannak. De ez egy ragyogó módja annak, hogy megmutassam, hogy itt tényleg oda kell figyelni, és hogy egy ilyen egyszerű móddal ki tudjuk küszöbölni. Tehát akkor itt van ez a vonal, ez a vonal. És akkor legvégül még osszuk fel ezt a vonalat, vagyis ezt a mezőt. Ezt jól lőttem be, látjátok? Jaj, de jó. És akkor innentől kezdve bármit meg tudunk fejlezni. Tehát, hogyha kell, akkor ezt a részt meg tudjuk fejlezni. Érthető?
remélem érthető. Térjünk vissza az eredeti kompozíciónkra. Ugye van a kompozíciós középpont, ami valahol itt fog elhelyezkedni. Itt jön egy kis bányászmék lennél talán? Hello! Ez azt jelenti a középpontos kompozíció, hogy a perspektíva összes iránya itt a jobb oldali háznál innen érkezik. Ugye itt mérni kell, le kell mérni, hogy mekkora az alsó szint magassága, mekkora a következő szintnek a magasságot, a szélén elhelyezkedő ablakok peremét tudjuk megnézni. És akkor annyi dolgunk van, hogy ezzel a vonallal összekötjük ezt, ezt, ezt. Vonalat, meg ugye itt van a lábazatnak a nagysága. Nagyjából kijelöljük, hogy a sarok rész, ugye ez meg van erősítve, szól helyezkedik el, ugye annak a középvonal az itt lesz, csinálunk egy X-et ide, így, és akkor mondjuk felosztjuk egy ekkora felületre, ennyi látszik, azon belül van 5 darab, összeszámoljuk, 5 darab abla, akkor itt is meg kell határoznunk a középsőnek a... Ha nem fér ki itt, akkor mondjuk itt is meg tudjuk, tehát az alsó négyzetet le tudjuk lőni, és akkor rögtön kiderül, hogy hol van az 5 ablakból a középsőnek a középvonala. És ugye itt, hogyha megfelezzük a szélső mezőket, ott nem a ablakok középvonalát, hanem az ablakok közötti tartóoszlopokat fogjuk tudni belőni. Tehát, hogyha mondjuk ekkora egy ablak, hú, ez nagyon, nagyon kis keskeny, akkor itt még van még egy ablak, és itt van még egy ablak. Látható? Itt is be kell lőnünk a tetőket. Itt van még egy ablak, itt van még egy ablak. Rögtön megvan a ritmikája itt az ablakoknak. És akkor ezt a távolságot, amik itt vannak, kell fölvinnünk. Így. Használtok vonalzót is, nyugodtan. Én úgy gondolom, hogy nem szükséges. De amit látjátok, az én girbe-gurba vonalaim, azok így működnek. Így. Az a lényeg, hogy megtanuljuk, hogy ez egy kocka, amit itt látunk. Ami valahogy így helyezkedik el a térben. A szembe lévő ház egy másik kocka.
meg, hogyha itt nézzük, akkor itt benyúl a hátfalak mögé. És így néz ki. Ennek, ezen a kockán van természetesen egy tető is. Csak az a, az nem látszik ebből a szögből. Látjátok? Ez a kocka meg itt a térben így hátrafele megy. Így néz ki. És akkor itt van nekünk a másik járda, ugye a középpontos, egypontos perspektíváról beszél. Másik járda, és itt beborítja a képnek ezt a felét. A fa. A fát pedig lehet ilyen oválisokból felépíteni, majd gömbökből az elején, aminek kicakkozzuk a széleit. Jó. Ezeket mind tudatosan értelmeznünk kell, pont azért, hogy amikor rajzolunk, még itt van a felhő, tehát pont amikor lerajzoljuk, lefestjük, akkor már ne kelljen ezen gondolkozni. Tehát előre átlátjuk azt a teret, azt a egész dolgot, amit alkotni szeretnénk. Itt van erre ez a vázlatpapír. Hát de menjünk tovább.